Szóval. Ez mindig nagyon hangos, és a zombikat nem akarom hangosan hallani. Szóval, hogyha belépek ide, hogy DLC Pax, akkor minden megvan. Hogy ez konkrétan mit is jelent? A Season Pass már megvolt. Van valami Elite Bundle, és hogyha megnézitek, most ezeket nem is olvastam el, de itt van egy skin, van egy fegyver, pisztoly, itt van egy jópofa macséta, meg egy kiskés. A following az már megvolt, az lesz majd, amit mondtatok, hogy ha végigjátszottam utána, a following-gal mindenképpen kell játszani. Van egy ilyen bozak hord, ezzel már egyszer találkoztunk, amikor lehet tapizni egy ilyen posztert a falon, és akkor gondolom oda dobna be. Van egy ilyen survival bundle, Buzzkiller, Nightclub, igen, akkor ezek konkrétan ugye receptek. Ranger build, itt valószínűleg lesz majd egy bow receptem esetleg. Van egy Volatile Hunter, abban van valami. Psycho, Gunslinger. Na mindegy, szerintem nézzük meg, skacok, hogy ez mit tartalmaz, mert engem nagyon érdekel. Remélem valami nagyon fasz a kis dolgot vásároltam. Hát sajnos a kérdés, premium szornak nem, azok amik voltak nekem, azokat nem én gyártottam, hanem ezelőtt a karácsonyi event előtt volt egy ilyen lovagi kori event. És abban az időben, tehát az event során, ha találkoztál emberekkel, tudod, azok az ilyen felpopoló dolgok, hogy mentsd meg a zombitól, mentsd meg ettől. De van olyan, amikor ilyen ellenséges emberekkel találkozol, na azoknál mind ilyen prémium kard volt. És azért vadásztam azokat, hogy minél többet gyűjtsek belőle össze, ami egyébként nagyon a végét járja. Tehát, hogyha jól tudom, már csak 4 darabom van. Na, nézzük akkor, hogy mi történt a blueprintjeim között. Azt mondja, Industrial Grade Leech... Hellfire, Toxic, Fastball Special, Dentist, okay, Exorcist, na, és szerintem ide jöttek be. Ó, itt vannak, nézzétek csak, figyelj! Az Empress, a Candy Cutter, ez a Sandstorm, Rusty Spine és a Heatwave, ezek már megvoltak, és nézzétek csak, ezeket mind most kaptuk. Konkrét, azt a rohadt életben, na nézzük csak, figyeld! Egy Deputy, Long Knife, Piercing Frost, Biting Blizzard, és ezek a lényegesek, ezt figyeld, itt a Volatile Hunter Sword. Sword, Two-Handed Sword, Macséta, tehát hogyha ilyeneket lootolok, ebből tudom átalakítani. Wow, ez kurva jó. Volatile Hunter Knife, Volatile Hunter Baton, Volatile Hunter, aha, Ranger Arrow, nézzétek csak. És az más, mint a sima arrow. Mert ugye sima arrowból van nálam 20. Egy 20-at tudok csinálni. Nem tudom, hogy a Ranger arrow az milyen, mindegy. Ugye a Nightclub, a Lacerator, Punk Queen. Hát egy ilyet biztos, hogy legyártok. Ott is van. Egy kék Punk Queen-em van. Tudok gyártani, azt nézzétek, a rifle-t átalakítjuk. Oh yes! Oh yes! Gyártottam valami baszó fegyvert. Darth Maul is. Oké, mi van itt? Inmate's Kiss. Alpha. Ez minuszosra csinálja, úgyhogy ez nem jó. Azt nézzétek, itt van! Srácok, megvan! Úristen! Hát nézzétek már mennyi fegyver... Legendary Ranger Bow! No menj a francba, azonnal gyártunk egyet! Mi a szösz? Azt a rohadt életbe... Na most válik nagyon faszává a játék. Szóval... Vindikátor. Egy pisztolyból tudok ilyet gyártani. A Germán pisztolyból plusz 241 damage azonnal. Ezeket fogjuk most kipróbálni. Inmate Rifle, ez az előbb volt. Azt mondja, nézzétek, miket lehet még így? Inmate Sheave. Omerta! Igen, a DLC bundle-öket vettem meg. Vendetta,
Lupus. Onyx Thunderbolt. Minusz 241 damage, az nem kell akkor nekünk, mert 400-ról nem akarjuk lejjebb inni. Ez is minuszossá teszi. És nézzétek! Rangers Exploding. Ó, a kemikália kell hozzá. Battery. És így, hát várjatok, Exploding Arrow-t azt gyártsunk már. Na ne szórakozz! Hát ez kurva jó. Gyártunk egy jó pár izét. Úgy is fogja írni, hogy mikor van tele a hócipője, és már nem enged többet gyártani. Azt hiszem 60-at lehet csinálni összesen. Mindenképpen az Exploding Arrow-t akarom, mert az Arrow-t az tömegoszlatásra fogjuk. Pláne így, hogy Legendary Bow-val fogok lövöldözni. Amiben Exploding Arrow van, te jó ég. Na jó, azonnal nézzük meg. Bó, figyeld, eddig 241 sebzett a bóm. És látjátok, a bó az nem törik el. Cserébe lehet majd upgrade-elni. F6 upgrade. Azonnal upgrade-eljük. Figyelj, Assassin az a handlingre ad. A Bruiser az handlingre és damage-re. A Champion az mindenre ad egy kicsit. Az Enforcer az damage. A King. Hát egy Kinget azonnal rátúrunk. Oké. Na nézzük, a Titán. Mi az, hogy durability? Mégis eltörik az Arrow? Most akkor mégis eltörik? A Templár az handlingre és durability-re. Ráadhatnék még egy Kinget? Azonnal, dupla King. Hát ne viccelj. Az vált a legbaszóbbá. Plusz 100 damage. Úristen! Atya úristen, srácok! 500 damage lett. De én nem látok rajta durability-t. Nézd már! Firepower, accuracy, fire rate, upgrade, value. Abban a pillanatban. Egy duplán izélt. Na, és akkor figyeljetek, tehát van nálam két premium sword, meg még van nálunk majd három. Na itt van, figyeld, a vindikátor. Berakunk egy vindikátort is, mert azt is meg akarom nézni. És a másik pedig ez. Aha, és nézzétek, ezt nem lehet upgrade-elni, meg ezt se. Na ez erős lesz, srácok. Lehet, hogy idővel elromlik, lehet. Na nézzük, viszont van egy survival pontom, amit használhatnék boosterre, de boostereket még nem használunk. Vásárlás mínusz az nem kell. Learn how to create 4 types of grenades. Aha, gránátok gyártását megtanulhatom. Search is much faster, there's an also a chance to find more loot. Szerintem a more loot az kell. Ezt azonnal ezt rakjuk ki. Searching dead bodies, more loot. Legjobb. Úristen, na alig várom, ezt figyeljétek. Hát mi ez a fegyver, kérem szépen? Várjál, ammót nem tudok csinálni? Hol van az ammó? Csináljunk már egy ilyen Volatile Hunter batont. Hol van az ammó? Mert az Arrow-t azt tudom gyártani, azt itt látom. Marksman Rifle. De várjál, a Marksman Rifle a sniper, nem? Lockpick, Firecracker, Shield, Medkit, Boosterek, Flammable, Liquid, Flare, Molotov, Throwing Star. Itt nincsen ammó. Nem tudsz gyártani, később lesz rengeteg. Ammót venni tudsz. Na várjál. Aha, ebbe 89-en van. Ezt figyeld. Hát ezt így ugye ti is érzitek, hogy ezt muszáj kipróbálnunk, hogy milyen a pityóka. És ez Hulk!
Vagy csak én érzem halknak, de gyűlnek ide a zombik. Hát menj már, ez iszonyatosan baszó! Hát ez egyszerűen fantasztikus basszus! Elrontja az igazi revolvert? Miért? Miért ez sokkal basszóbbá tette? Hát ez egyszerűen fantasztikus! Imádom! Te jó ég! Oké, na próbáljuk ki a legendary boat. Hold R to change arrows. Na nézzünk először egy sima arrow-t. Csak kellene nekem enemy. Aha, ezen ugyanúgy ott van a izé. Hát azért, figyeld! Nem is fejjel lövöm, és úgy viszi, mint az álom. Ez nagyon jó. Figyeljetek, ezt itt elég jól lekliereltük. Várjál, viszont akkor olyat csinálunk, hogy most ehelyett használjuk azt, amit gyártottam. A Punk Queen-t. Press right to aim down sight. Ez mennyire durván néz ki ez a fegyver? Nézzétek már! Elektromos és még poison is. Hát azt hiszem új játékszereket szereztünk mára. Electropoison, meta! És mekkorát üt? Atya világ, ez nagyon jó! Kettő ütésbe bele is hal. És ez nem olyan vészes gyártani, mármint hogy kell hozzá valami alapfegyver, amit átalakítasz, de ez nagyon jó! Jó, akkor még egyet kell kipróbálni. Az a baj, hogy ehhez csak 20 töltényem van. De szerintem ezt meg kell néznünk, hogy milyen. Ez elektromos töltényt lő? Ezt jól látom? Na, elmész a fenébe. Meta, nagyon szépen köszönöm a csírt. Uram, köszönöm szépen. Ez elektromos töltényt lő. Minden fegyver silenced? Nem tudom. Hát ez valami fantasztikus. Jó, viszont nagyon fontos, hogy ugye az ammo az eléggé véges. Én megmondom őszintén, ezt a fegyvert, ezt most mindjárt unslotoljuk, mert ehhez 20 töltényen van csak. Tehát ez annyira nem menő még, de bazd meg ez a vindikátor. Hát ez valami óriási, eszméletlen durva dolog. Úgyhogy a Punk Queen ehelyett berakom a Volatile Hunter batont. Mert elméleti... Elektromos Fire.
Úristen. Na jó, most egy picit upgrade-elődött, úgy érzem, a játék nekem. Pláne ezzel a pityókával. Hát ez a pisztolyt, egy jó ég. És figyeljetek már! Pisztolyjal, aminek ilyen damage-e van, még mindig túl gyengék vagyunk a volatile-ok ellen. Itt van valami... Úristen, gyerekek! Hát hogyha sűrűn lehet fegyverhez ammót venni... akkor I'm done. Imádom. Viszont nem kell aim down sight-olni. Elég jó a hip fire accuracy is, ahogy látom. Úgyhogy ez így jó. Megéri az eventes zombikat kaszabolni? Azt mindenféleképpen, mert valami extra matit ad. Tehát arra azt mondanám, hogy mindig megéri az ilyen dolgokat is. Hát ez zseni. Itt van valami megvédendő dolog. Ilyennel már egyszer találkoztam. Vallardis! Üdvözletem. Nagyon szépen köszönöm. Egy év. Köszönöm szépen. És gratulál az új sub badge-hez. És az Exploding Arrow is be van rakva. Armored volatile is van. Úristen. Köszönöm, Vallardis. Get me to the ivory tower and I'll hook you up with something that nobody in this whole shawarma eating bunghole's got. All right, Nick, let's get you out of here. Yoy! Hát ez így besunyult mögénk. Yes, Nick Pesto is back in the game. Excellent, you will not regret this. Now, before we go to the tower, there's a couple things I need to pick up. No, we don't have time. Ha már egyszer születésnapom van, azért ment a 10 helyett száll. Nem mondod, boldog szülinapot! Hát uram! Boldog szülinapot kívánok! De jó! Ilyen szép napom van szülinapod? Akkor neked a karácsony az így pláne extrém jó. Még jó, hogy pont most clear-eltem itt. Aha. És nem. A pisztolynak nem romlik a durability-e, srácok. Tehát azt csak egyszer kell legyártani. Hát ja, tudom, a lőszer az kevés. Nyilván a lőszerünk a sajnos kevés, de hát addig, ameddig lehet, addig kiélvezzük a fegyvert.
healozni továbbra se tudok. Még itt van egy. Még él. Ez nagyon büntet ez a fegyver, srácok. Ez nagyon büntet. Jó ég! XP-ér több, több XP jár érte? Oh. Nick, you're starting to get on my nerves, you know that? Ding ding! I wish I got a dollar for every time I heard that. Ja, hát az Exploding Arrow-t azt nem használjuk. Hű, az viszont kell. Abból gyártjuk a jobb fegyvert. Most hova mentél, haver srác? Ja, hogy ő beszaladt a házon keresztül és átment. De jó fej vagy. Itt hagytál, mint ebb a szarát? Itt bizony. Jó, most ne, az a baj, hogy nincs időm mindent lootolni. Ja, hogy ő most keresgél. Szerintetek? Ja nem, csak a searching buddies-ra vonatkozik. Tehát arra nem, hogyha így lootolok valamit. Már megy is tovább. Ne akarjál 1v1-et velem? Hát ameddig ilyen acélbetétes bakhoncs van rajtam. Oké. Ezt, ha jól láttam, már az első lövés megölte. Ú, de jó, hogy ide jöttünk be, mert itt veszek akkor ammót. Te jó ég, ez nagyon durva, srácok. Ez eszméletlen. I'm a team player. I just need to bring them up to speed on the way things should be done from now on. És a revolvert nem lehet upgrade-elni. Majd mindjárt megnézzük, hogy miket lehet még csinálnunk. Na figyelj, ja várjál. Azt mondja, hogy blueprint. Nem lehet olyat, hogy nem. Hát lesz majd shotgununk is, csak olyat még nem lootoltam. De vagy olyat is tudunk upgrade-elni. Akkor ami pisztolyunk van, az a Vindikátor 200. Vagy bocsánat, Vindikátor 2000. Van egy Onyx Thunderbolt, de ha megnézitek, az Onyx Thunderbolt az jóval kevesebbet damage-el. Van egy ilyenünk is. Várjál, hol volt a... Várjál már. A Vindikátor 2000 az nekem kék. Kék recept, akkor hogy lett belőle lila? 400 poweres lila ráadásul. Hát ezt nem tudom, hogy ez hogy sikerült, de mindegy. Mitől lett az lila? Mitől lett az lila? Volatile Hunter Button. Tudunk egy ilyet csinálni, nézzétek? The Constable.
Constable tudunk csinálni. A rifle-öket még mindig írja. Winterstorm, az ugye a rifle, meg egy alfa, az is rifle. Meg van egy ilyen, hogy Inmates Kiss. Hallod, az Inmates Kiss, az plusz 200 damage-et ad a izének. Na, elmész a fenébe. Micsoda? Egy 200 damage-es izé batonom lesz. Figyelj, a Volatile Hunter baton a 123-at damage-el. Amit most craftoltam, az 266-ot. Hallod, úristen! Úristen! Hát ez valami eszméletlen skacok. Na jó, vásároljunk. You learned how to craft Zappo. Azt mondja, hogy itt van egy elosztható pontom. Azt mondja, hogy double damage by throwing weapons, throwing knife, throwing axes. Instantly kill stunned enemies. Throwing any melee weapon at enemy deals massive damage. Szia Hirks! Mi a neve a fülesemnek? Lent minden le van írva a stream alatt. Minden, amit használok a streameléshez. Power attack, ground pound. As your body gets more, you are able to absorb even more damage. Na, az kell. Sneak behind your enemies and silently kill them. Az nem kell, de a more HP, az kell. Super. Na, egyrészt itt ilyen questeket lehet fölvenni. Miss Lord, legyetek már megengedőbbek így karácsonykor. I'm looking for someone named Kristoff. You know, I think one of the new scouts is called Kristoff. Talk to Ayo. He runs the radio dispatch with the scouts. It's on the 19th floor. 19-es szintre kell fölmennem. Várjatok, itt a stash. Itt megnézzük, hogy miket kaptunk. Mert itt most valószínűleg kaptunk outfiteket. Na nézzük. Atléta Dirty Runner. Ez a runner eddig nem volt meg szerintem. Azt mondja, hogy Colossal, Flight... ez is új. A Pale Spectre. Gun Psycho. Úristen, Night Rider... Srácok. Night Rider. Ez mi? Szerintetek ebbe este pont el tudok bújni, ugye? Sheriff! Mondjuk a revolver mellé a sheriff az illene szerintem. The Don! Na jó, hát te mik ezek, te jó ég? Volatile Hunter outfit, az is nagyon jól néz ki. White Death. Akkor várjál, F7. Ide szerintem nem érkezett új, ezek eddig is voltak. És ide se. Aha. Mi ez egyébként, hogy az F6-tal és az F7-kel, na mindegy. Jó, kirakunk egy-két dolgot, méghozzá a shieldet, mert az nem kell. Christmas cracker, candy crane-t, a pouchot, a kávét, meg kirakom a cigit is. Ezeket elkezdjük gyűjtögetni. Jó? És akkor itt pedig valószínűleg vásárolunk. Ezeket mindig meg szoktam venni, az összes arrow, de nem. Itt van pisztoly ammo, az összes. Rifle ammo, az összes. Shotgun ammo, az összes. Meg még a stringet is. És akkor látjátok, itt lehetne venni alapanyagot esetleg ahhoz, hogy craftoljak jobb cuccot. Ó, viszont várja, lehet, hogy valamit meg el kellene adni. Azt mondja, hogy a kék bót az biztos. Az Inmates Kiss-t nem, mert azt én gyártottam. Hát a Heavy Rebar az nem kell. Meg Firecracker se kell. Ú, de királyak vagyunk. Egyre jobb ez a játék. Ja, hogy a chat válasza nem jó neki. Jó, én nem kérdőjelezem meg, Miss Lord. Tehát, hogyha ezt így elmondod nekem, hogy ez így volt, akkor én ezt elfogadom. Nincsen ezzel semmi probléma. Csak azt hittem, hogy így rögtön lecsaptatok rá. Na nézzük, a Quartermaster mit ad nekünk? A Blade-et és a Gauss-t elhozzuk, alkohol, duct tape,
Hát ezeket, mondjuk a hatchetet is elhozzuk. Jó lesz a shield is, legfeljebb majd eldobom. Cségózol is. You can craft a new item. Ez jó, hogy mindig kiírja, mert akkor így legalább biztos, hogy nem felejtem el, hogy valami újdonságot tudok. A Hunter batont az továbbra is, a Wrench Keys tudnám még. Marksman Rifle, Winterstorm, Alpha, Harran Inmate Rifle. De azt ugye a Vault izé helyett craftoljuk, az nem jó. Inmate Keys. Azt meg a Simple Hatchetről csinálja, 73 plusz 168. Gyártsuk le, miért is ne? Legyenek jó fegyvereink. Na! Úristen, srácok! Egyre inkább élvezem ezt a játékot. És még meg is akarom nézni majd, hogy milyen a jó kis explosive arrow. Na, elméletileg ugye ezen a részen akkor most nincs semmi, most a questünk az nagyon ide mutat. Úgyhogy így balra el, aztán menjünk a quest irányába. Mennyi ammót tudtam venni? Nem túl sokat. Na, pont ezért jöttünk erre fele, hogy... Hát ez innentől kezdve még mókásabb lesz ezeknek a kinyírása. És ez itt csak ennyi volt? Várj, itt nem lehet valamit csinálni? Nem nyertünk valami lootot? Ja, dehogy nem. 123 pénzt! És vágjátok, ez a cucc, ami ma... A pisztoly, ami most a kezembe van... Az konkrétan olyan skin, mint ami rajtam van, mint Volatile Hunter. Király. Ha vele mindentől kezdve ezek nem fognak kibaszni. Viszont viszonylag hamar törik ez a cucc, ami a kezembe van, de javítani egyébként nem is jó, srácok. Tehát, hogyha már le tudok gyártani egy jó fegyvert, akkor nagyon megéri megjavítani. Én most már nem szórakozok ezekkel, hát... Futkározzon utána, akinek két anyja van. Nekem most már van fasz a revolverem. Hard lock piki. Jaj, várjál, ne, hát itt van mellettem ez a szar. Majdnem elszaladtam mellette, bakker. Tőlem nem lopják el az airdropot. Csoki! You can craft a new item. Na, nézzük ezt a lockpicket. Azt hittem, hogy ezt nem lehet kinyitni sehol se. Hát, ez csak pénz volt. Á, ezt most elrontottam. Jó, megvan. Ó! Franz tudja, hogy mi az, de...
Biztos valami jó materiál. Bateri az viszont mindig kell. Na, 200 méterre van tőlünk az, ami nekünk. Szalidgáljunk egyelőre. Save the World-en már nem játszom, srácok. Körülbelül másfél éve. Aki viszont még sose játszott vele, az egész nyugodtan próbálja ki, mert fun játék. Én nekem már elegem lett belőle. Na! Megérkeztem, barátom. Excellent. You're a lot more dependable than most of these drunks. Rise is waiting for you. Maybe we can work together again sometime. God, I hope not. Ki kérdezett téged? Masakari, köszönöm szépen a harmadik hónapot. Köszi uram, gratulál az új sub-badgethez. Granulálok. If you show them compassion, they will see it as weakness. Keep your whole arm. Understand? I give you shelter, I give you bread, women, bullets, and you can simple task. Az a vicces, hogy ezeket az embereket szoktam halomra gyilkolni. Ah, the tower lackey returns. Do you have something for me, friend? Yes, I do. Now it's time for you to give me what you promised. Two crates of Andazin. I think not. Your loyalty to the tower is nothing but blind obedience, Crane. A coward's submission to false hierarchies. You follow their rules as thoughtlessly as you follow mine, like a good little dog. Look, we had a deal. Your people need the Andazin. Now, more than ever, I would surmise. But a man who follows someone else's rules is no man at all. Here, I will allow you this much. You promised me two crates of it. This is only five vials. If you want more, I present you with an opportunity. The athlete, the scorpion, Jade Aldemir. She's one of your number. Bring her to me. I have an arena where men fight for our amusement. I would have this scorpion fight for us. I'm curious how long it will take for someone of her caliber to break. What? No. No, forget it. I'm not doing it. I hear no true conviction in your voice, Crane. You have not yet made your choice, I can tell. Will you be a dog and save the dwellers of the tower? Or will you be a man and save the maiden? Ezt az embert meg akarom ölni. Tommy, nagyon szépen köszönöm neked is a második hónapot, uram. Köszi szépen, srácok, a támogatást. Én ezt a csávót meg akarom ölni. Azt én értem, Milzen, az teljesen egyértelmű volt, de nekem kék receptem van. A Vindikátor 2000. Ez egy kék recept. De lila lett a fegyver. Ó, mert egy lila pisztolyt használtam. Nice. Oké, leesett, leesett. A lila germán pisztolyból csináltuk. A lila germán pisztolykából csináltam. Így van, így van. Collect Midnight Bright Herbs by Night. Aha, ezt csak este lehet gyűjteni. Fasza. Ah, shit. Azt csak este lehet gyűjteni, és most nekem hova mutat? Ja, gondolom beszélnem kell itt a srácokkal. Viszont itt van valami.
Jaj, megint a történetmesélős csávó. Ó, mindenféle questet csinálunk, srácok, ne aggódjatok. Almost every gasoline station in Haran I owned. And when they announced the Global Athletics Games, it was supposed to be like a windfall. Like winning the lottery. That didn't work out, huh? Well, look around you. Ez elég jó ez a fegyver, ami most nálam van. Haran was a decent place to live. Ezt is ki kell próbálnom. Maybe a little backward in some ways, but we got by. Ennek mi értelme van ezt a csávót mindig meghallgatni? Ez nem ad semmit. Average citizens were supposed to become wealthy. And the wealthy, well, we were supposed to become kings. I am no king. All the dreams we had, the plans we made. Ráadásul még halk is, ahogy beszél. Ne szabályozzam, mikor aggódjál. The government filled all our heads with gold promises. Are you a window washer? A Lóraz buzis hírksz. Azzal nem foglalkozunk. The games will transform your lives. Your world will change. Santa's little elves, even in now, act for a limited time. Would you like to abandon your current bounty to track its progress? Na nézzük. Find a private spot. Nekem ez sokkal halkabb, mint bármi más a játékban, ahogy ez a csávó mesél. Crane here. Report. I'm no longer cooperating with Ryze. He wanted me to kidnap Jade Aldemir and dump her with him so he can make her fight in his pit. Yes, and? Was that it? What do you mean, was that it? I'm not a fucking human trafficker. You seem to have forgotten how much is riding on this file, Crane. If Ryze wants one girl, then give her to him. You'll be there to keep an eye on her, won't you? What? Hogy lehet pisztolyt venni? A vendoroktól. What kind of humanitarian outfit are you guys? And for that matter, if this project file can save the world, why keep it a fucking secret? We're not paying you to be insubordinate, Crane. Get this done. Most tudjátok, mit fogok kipróbálni. Fuck you, asshole. Hát te most ugye csak szórakozol velem! Hát ez valami hihetetlen! Most ezen végig megyünk, mert ennek a végén láttam az egyik házban, mint hogyha questeket... Any guess what happened? None. And our gas man Jeff up and quit on us last week. He was kind of irreplaceable. Maybe I can track him down. Maybe, definitely, and get on it fast. Word is he's built up his own little fortress somewhere behind the train station. Train station, aha, egyrészt ide is jövök. És hova akartam? Igen, ide. Tehát először a safe house-ba benézünk. Hát ez nagyon brutális. Hát srácok, amilyen fegyvereket most kaptunk, ez eszméletlenül király. Jó, ide azért jöttem, mert ezekkel kell beszélgetni. Erwin Snowberg, movie director. I make the Zombie Annihilation movie series. Yeah, you've probably seen them. No.
Yeah, there are thought-provoking meditations about people very much like yourself who have to kill buttloads of zombies for various reasons. The details really aren't important. Hát ez iszonyatosan király. Production cost. Makeup is a major factor. I'm talking head rot, arms falling off, guts hanging out. And when you blow them apart with guns, those squibs cost like crazy. So you've come to Haran. It's a tragedy, of course, but there's a fortune in special effects shambling through the streets, just waiting to have their heads blown off for my next movie, Zombie Annihilation 4, Dying Lunch. All I need is a gun nut who can... Hát egy estét megnézünk majd szerintem. Csak azt nem tudom, hogy hogy lenne érdemes egy safe house környékén öldökölni, és hogyha nagy a para, akkor beugrani a safe house-ba, vagy hogy, hogy lenne a jobb. Na várjál, mert itt még van valami. Ja, itt van a Jafar barátunk. What are you doing here? Relax, relax. I don't work for Rice. That was a one-time job and it was all about protecting the tower. Look, I'm sorry. I mean it. Is that right? Look, everything I was doing for Brecken. You can ask anyone on the tower if you don't believe me. So what do you got, Jafar? We've been picking up some of Rice's transmissions. One of his crews found something at the construction site and they got very excited. They didn't say what it was, but they referred to... Oh, valamit össze kell szednünk. ...tower in one shot. Someone's got to find out what it is, and either confiscate it or destroy it. Well, I'm someone. Congratulations, the job, is yours. Na, akkor we'll get in touch. Ezt megkaptam, viszont itt nekem kellene, hogy legyen... lehet, hogy nincs, ilyen vásárlós vendor. Mert attól is felvásárolnám az ammót. You want to try calming down long enough to tell me what's wrong? Yeah, sure. Let's try that. Calming down will work. Yeah, calming down will solve everything. Huh. No, walking away from you will solve everything. Okay, okay, hang on. I'm chill, bro. So, I make I'm these chill, flares bro. For I'm Rice, chill. Right? Wait, flares like signal flares? No, no, UV flares. Like flares that the Night Things can't stand because they put out this UV, which stands for ultraviolet, which is like kind of a science thing. I got it. UV flares. Continue. There is no continue. My zinc is contaminated with fluorine. It's useless. Also, I'm out of turpentine, which isn't that hard to find. Yeah. Except everything's hard to find right now. So when Rice's people come for their merchandise... Oh. Is he using people now? I thought he only used hired psychopathic gorillas. What do you need to make these things? Just zinc and turpentine, bro. I got the rest. Worst part is everything I need is in the train yard warehouses. But a guy like me isn't going to last 10 seconds out there. Well, I'm surprised a guy like you's lasted that long in here. Oh, that's very funny. Ha ha, very funny, funny man. Look, maybe I'll get your supplies, but if I do, whatever you can make out of them, I take half. Half? No way! Hello, Fetzka! Nuts, bro. Look, you can give me half of something, or you can keep 100% of nothing. Half it is. It seems fair. Na, így kell alkudni, srácok, a felét megkapjuk. Ez már sokkal tetszetősebb, viszont itt nincsen vendor. Akkor nem minden safe house-ba van vendor. De itt van! Store. Hát várjál már. Pedig ott azt mutatja, hogy van. De az hol? Ja, hogy az a másik safe house-ba. Na, nekem ő kell. Mert ugye ezeket mindig megveszem tőle. Ja, arrow az nem kell. Itt van a lényeg, a pisztolyammó. Nincsen maxon vagyok pisztolyammóból. Na akkor viszont ezt mindjárt megnézzük, hogy mi a max. Viszont... azt mondtátok, minél erősebb... hát, de mondjuk ilyen 10 000-ért nem tudok még venni dolgokat, úgyhogy ezt engedjük el. Nem, tehát olyat azért még nem akarok csinálni, hogy így 10 000-ért veszek valamit és nem marad pénzem. Nézzük csak... Ja, nem tudom itt most megnézni, hogy mennyi pisztolyammom van, nem baj. Azt mondja, hogy burning, exploding, freezing, Jézusom, throwing starból, srácok, abból is lehet csinálni explodingot.
És ez azért durva, mert arra van talent, hogy ilyen dupla meg tripla akkorát sebez majd. Azért az nem gyenge. Az nem gyenge. Punk Queen-t tudunk csinálni, Wrench Kiss-t, Volatile Hunter Button. Ah, jó. Zappó. Electric Burning. Úristen. Egyébként ezek nagyon durvák skacok, ezek a az upgrade-ek, amiket rá tudunk rakni fegyverekre. Na nézzétek csak. Elméletileg akkor az azt jelenti, hogy 90 a maximum ammo, ami pisztolyba lehet nálam. És én ezt akarom kipróbálni, hogy ez erős fegyver-e. És elmegyünk itt balra. Hát mondjuk arra jó, hogy megütöm és összeesik. És akkor utána finiselni tudom. Hát ez szart se ér ez a fegyver. Figyeld! Érdekesen működik ez a robbanós dolog. Inventory full. Vere, inventory full. Mindegy, egyelőre most akkor szedjünk szét dolgokat, hogy legyen nálam hely. Primitive pick. Carving hammer. Most van egész jó, azt a sikült viszont meghagyom, mert abból szerintem tudok valamit csinálni. Volt valami fegyver. Ugye a Candy Cutter az egyik. Volatile Hunter Knife. Na ezt akarom megnézni. Igen, mert a többi az nem. Aha, ezt akartam kipróbálni. A Volatile Hunter Knife-ot, mert azt a sikülből gyártjuk. Na nézzük. Azt mondja, hogy... Várjátok, átrendezem úgy, hogy ezek a szabjákat most úgyse használjuk. Meg a pukkát sem. A gingerbread az itt van, és akkor itt van egy ilyen, egy Volatile Hunter Knife. Azt nézzétek! 140-es damage, viszont electric és fire. Az alapvetően nem hangzik rosszul. Hát ez elég fasza. Jó. Mindegy, ezt most addig használom, srácok, ameddig teljesen el nem törik. Elméletileg van majd egy olyan talent, ami, hogyha így stunolok valakit, akkor utána tudom azonnal finiselni. Fontos kérdés. Szerintetek? Szerintetek vonatkozik-e
a Searching Dead Bodies arra is, hogyha ha már ilyen a target. Na gyere barátom, másszál föl? Vagy ne? Ezeket mindjárt lezúzzuk. Ez mondjuk jó hangos. Tehát ez nyilván hangzavart csinál, de... Ahogy látom egyébként szerintem megéri. Hát ez eszméletlen. Hát ezt nagyon élvezem. Ugyanazt lootolom belőle szerinted? Oké. És ez piercing, ahogy látom. Srácok! Az létezik, hogy... Szerintem, skacok, ez alapból mérgez. Mert meglőttem vele valakit, aki nem halt meg, és így elkezdett hányni. De ezzel célozni kell. Hát ezzel igen. Ha már este van, nem? Vagy még csak este ledik? Itt egy láda. Mindegy, itt vagyunk egy safe house mellett, úgyhogy annyira nem parázok. Össze akarom szedni a izéket. Aha, az eróim voltak itt. Félre nyomtam. Várjál, T betű. Ó, hát így már sokkal jobb. És ez hogy működik? Egyszer csak majd fölpoppol... Egyszer csak fölpopol majd mellettem, izé, volatile, vagy ez mi? Mert ugye ilyet még nem csináltunk, hogy csak úgy szimplán átmegyünk estébe, úgyhogy kint vagyunk.
Na most már este van. Aha. Ott mutatott valamit. Az Volatile? Aki ott éppen meghalt a semmitől? Most elméletileg, ha este van, és úgy nagyon nem basszom el, akkor ilyen dupla XP-ket kapok, ugye? Azt hiszem, az volt a mondás. Jó, hát így a pisztollyal mondjuk még egyelőre annyira nem tartok a dolgoktól. Mi maradjunk itt a safe house környékén, az a biztos. Ott valami kijött. Aha. Az volatile-osnak tűnik, és be is hílelünk, mert az van shuttle, hogyha elbaszkurálom. Egyelőre maradjunk itt, én a mondó vagyok. Ez tök jó, hogy vissza tudom szedni a... Kivéve az explosive arrow-t, ugye. Ez ott nagyon világít nekem. Ott is van egy. Na nézzük. Hello, boys! Boldog karácsonyt mindenkinek. És 200 pénzdob, bizonyám! Mi történik, mi történik? Egy fél pillanat, srácok, és nézem, csak már nem az van nyitva. Fremenc úrú, neked is boldog karácsonyt, és köszi szépen a riszabot. Köszi. Ha, ott jön valami. Anyád. Hűha! Oké, ha elhibázom a lövést, az szar! Az nagyon rossz. Jó, hát így most elvesztettem a pontokat, amiket kaptam. De a lényeg, hogy teszteltük, tehát a volatile-okat is. Ha ügyes vagyok, akkor tudom őket one-shot-olni. Tehát fejre... bazd meg, és tényleg az összes pontomat elvesztettem, amit gyűjtöttem. Ezen nem tudok kilőni. Mondjuk olyat tudunk csinálni, hogy Exploding Arrow-val tudok elméletileg egy kis zajt csapni.
Harmadjára csak sikerült. És igazatok volt, ha így rávilágítok, akkor így egy kicsit megáll. Pursuit evaded. Hát ez nagyon sok pénz dob. El kellett dodzsolnia. Próbáljuk ki ezt. Továbbra is itt vagyok a izé mellett. Szó, hogy ide felugrik. Na. Így felugorhat. Knight survived. Ennyi volt az éjszaka? Annyira nem volt hosszú az éjszaka. Vagy még tart? Nem, mert reggel van. Viszont fontos kérdés, szerintetek az, itt át tudunk kelni? Aha. Á, nekem nagyon adja egyébként a pisztoly. Bárcsak lenne, vagy tudnám... Egyszer meghaltál. Ja, igen, tényleg. Tényleg. Mindegy, így annyira nem volt hosszú, de hát akkor ezek szerint 100 zombi? Hát az alagútban, ha spónoltak volna sokan, az nem baj, mert az explosív arróval szerintem izé szétküldtem volna őket. Figyeljetek, ezt csak este lehet leszedni, úgyhogy akkor megyünk errefele, jó? Itt úgyis van valahol egy quest.
Legalább ezeket is elhasználgatjuk. Pif! Ó, viszont volt valami agility level up. Agility, na nézzük csak! Azt mondja, throwing weapons and flashlights, ha hátra nézek, azt mondja, stun enemies you have vaulted over. Az elég menőn hangzik. When grabbed, ez nem. Kicking during a slide breaks enemy's leg. Júj! A grapple van. Ez a running dropkick. Ezt rakjuk ki, mert akkor most már végre tudok futás mellett egyet suhintani. Sneak behind enemies. Ez még mindig maul. Ez valami power attack. Instantly kill stunned enemies. Ez kellett nekem. Király. Szóval elméletileg most már tudok running dropkickelni, és instant megölni a stunolt enemiket. Na figyeld, erre rászaladunk. De ez hogy? De hogyan stunolom? Na most nekem ez nem egyértelmű. Ezt a dropkicket, ezt el kell olvasnom, srácok, mert ez most nem tudom, hogy kell csinálni. Valamit rosszul csinálok, mert eddig... Bolter tissue! Az kell az Excaliburhoz! Szóval, hogy volt ez az agility dropkick? Knock down enemies with a running dropkick. Press space while running to jump and press E in midair to execute. Nice. Okay, most már tudok ilyet csinálni. Super. Szerintem túl közel voltam hozzá. Nekifutsz, ugrasz, rúgsz! Thank you. That was close. Ez vicces. Reward Juggernaut. Nice. Ezt viszont meg kell javítani. Elhasználta. Na mindegy. Szia, Geri! Nem, ez most nem kell. Brecken, this is Crane. Do you copy? Brecken, do you copy? Shit. Jade, this is Crane. Do you copy? Crane, how much antizen did you get? Listen, Rice wanted me to... Look, he screwed us, okay? I only got 5 vials. What? Damn it! That's only a few days worth. Listen, Crane, we've got a situation here. There's been an outbreak on the 18th floor. Get back here ASAP and don't lose any of that antizen. Na srácok, az, hogy ebből bolter tissút lootolok, az nagyon baszó. Tehát az Excaliburnak a gyártásához kell. Tehát az zseniális. Az szerintem elég erős. Úgyhogy továbbra is megérős ezeket a zombikat ölni. Várjál, hol van itt az emberünk?
just as soon shoot you as look at you. Itt is van egy quartermaster, attól elkérjük, amiket nekünk akar adni. A shield ezem kell. Commando knife. Ja, és most adtam, oké. Okay. Itt azért tudok vele duplán beszélni, mert most adtam le a droppot, amit lootoltam. És azért survivor rankot kapunk, ami nem rossz. Learn how to add elemental effects to shields. If you block at the right time, your shield will produce an additional effect, electrical freezing or impact. Dead body camouflage. Hát nézzük meg ezt, ez nem tudom, hogy mit ad. Mi az, hogy a dead body camouflage? Rice's people are everywhere. I just saw some of them in the tunnel near the lake. Couldn't tell exactly what they were doing. But they look pretty busy. Furcsa nevű emberek követik be a csatornát. Jó. Át kell mennünk oda, mert ott van a main questünk. Behílelünk közbe. Volatile-t? Öltem is Volatile-t, ne viccelj. Várjál! Nézd már! Skacok! A pisztoly! A pisztoly! Ja, azt meg azt hittem, hogy izét, tehát, hogy romlik a durability-e, de az csak annyi volt, hogy nem volt tele. Hú, egy pillanatra megijedtem, hogy a fegyver is eltörhet. What's on your mind? Mr. Crane, are you familiar Redemption! With hello mate, Merry Christmas for Vulcan you too. Yeah, I hope course. You have a wonderful night. Vulcan Petrol Engineering, he's the richest man in Haran. Yeah, I tried exactly it. Exactly right, and Mr. Dahl has need of your service. I didn't know he was still in the city. Most of his employees were evacuated. It's cool, but his two chief I like engineers it. Are still here in the slums, they're brothers. Twins in fact. Srácok, aki nem emlékszik rá, Redemption Denied volt az a srác, akivel anno együtt Warframe-eztünk, és néhány dolgot tud magyarul. Boldog karácsonyt! This and the problems of operating in the current environment have put them behind schedule. Mr. Dahl would like you to assist them to get the project back on track. You will be well compensated, as you can imagine. Doing what? Simply do as they ask. You'll only be needed from time to time, and the task will be of short duration. Removing obstacles, you might say. They'll contact you when your assistance is required. I'll think about it. I will think about it. Ő neki megcsináltuk az egyik feladatát már. The man who got the power back on. Take this. Sorry if I'm not sounding too grateful. Makes you angry. Day, you know? It can be. It can be very. Yes, but Brecken won't authorize it. Very, too very risky, shitty. He says. Yeah, well, is it something we need? Okay. Brecken says we need better security at night. Too many nocturnals on our doorstep, right? So I've put together. Bekened magadat a hulla belekkel és tudsz rohangálni a zombik között. It's massive. Turn it on. Okay. Ki fogjuk próbálni? It would be fucking nuclear. It would be fucking nuclear. Stuck in the towers of the infamy bridge. The bridge? Wait a minute. Are you talking about the infamy firewall? Sure. Biggest UV lamps in the hemisphere. Alfie, that system didn't work. It was a disaster. I mean, when it failed, they had to destroy the bridge. Well, it wouldn't have failed if they hadn't lost power. And when you restarted those substations, the system came back. This online. Is a fucking amazing game. You can see it at night now. So you need someone to get the bulbs. Sure. I just got some pretty crazy blueprints for guns and bows. Out, right? They're no good. So the only way to tell which ones still work. Az túlzás, hogy hullabelekkel, de a vérükkel. Okay, okay. Another night run. Getting in wouldn't be too hard. Yeah, but once megint egy éjszakai küldetést kapok, hogyha jól hallom. You'll be on a pitch black bridge with a whole bunch of problems. Yeah. You know what?
Maybe Brecken's right about this one. Forget I mentioned it. But it's a damn shame. But it's a damn shame. People are counting on you to help them out. Please, don't just stand around. Do something. Warframe-ezhetnénk? Hát, ja. Jade just told me there's been most an outbreak on the 18th kedvem. Floor. I've gotta get what little antizen I have back to the tower pronto. És más játékokkal szívesebben játszok. Például ezzel is. Meg hát ugye esózok. Do you have the antizen? Give it to me. So what happened? One person turned and had a couple of other people trapped. We could have sealed off that one apartment, bakker. Egy ember átalakult és gondolom körbeharabdált ember a többieket. It went bad. Somebody had to make the call. And now we've lost the entire floor, including a couple of kids. You better talk to Brecken. I have to get gyerek zombik is lettek, gondolom. Azt mondja, hogy we lost a couple of kids. Hey, Crane. It's good to see you. What happened here? It's so very sad. Ennyi? Ennyi volt a mondandód? Na akkor beszélgessünk ezekkel. Power cable, military throwing knife. Oké. Na az viszont kell. A volete, a bricket eladjuk. A flare-t is. A flammable liquid, most eladom, de szerintem az valami jóhoz kellene. Azt nézzétek, lehetne venni ilyen izét. 5 repair van hozzá, 11 000, és ezt még szerintem át is tudnám alakítani. Aha, maxon vagyok rifle ammóból, és shotgun ammóból is. Az mondjuk nem rossz. Az mondjuk nem egy rossz dolog, hogyha azokból maxon vagyunk. Lehet azt kellene csinálnom, hogy a kardokat elhasználni, mert utána egy idő, mert egyelőre csak a helyeket foglalják, és a többit meg úgyis folyamatosan gyártogatom. Ja. Eladom a izéket, skacok. Még az Excaliburt, meg ilyet, azt nem. És szerintem elhasználjuk a kardokat, jó? Ez még jó. Két kard lesz nálam, meg a többi, és akkor ezek a military throwing knife-ra azért kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Arra azért kíváncsi vagyok. Na várjál, itt valamit nézegetnem kell. Alright, that's it. There's nothing more you can do. Yeah, well, Rice can throw a lot more bodies at them than we can. No, negative. Cut your losses and get out of there. Copy. Out. Hey, Crane. Back from the field, huh? No, not for long. You know about a scout named Kristoff? The new kid, huh? Yeah, he went on a recon mission, but I haven't heard from him in a while. A new Raheem kid. Checked him out and said he was solid, but I'm not so sure. One reckless kid certifying another. That's what Brecken said. Of course, it could be just his radio. Some of the batteries are running down, so we're not getting much range out of them. Where was he headed? Out toward that newly constructed skyscraper. All right, I better go have a look. Skyscraper? Ne, megint nagyon magasra kell másznunk. Itt van a stash-em. Ezt most egy picit használjuk, mert azt mondja, hogy candy, gingerbread. A shieldet ezt meg el kéne dobni. Azt úgy, ahogy van, el kéne dobni. Ó, és várjatok, ez pedig... Bár most ebből is maxon vagyok. Nem, akkor azt mondja, lehet, hogy fogjuk használni. Micsoda, lehet gitározni? Ja, ennyi? Csak megpengetem? Ez azért nem volt egy nagy eresztés. Na várjátok, még ezen a szinten valakivel kell beszélni. Raheem! Ah,
Hát te milyen adást nézel, barátom? Lena had to step up. Maybe she should be in charge. What the fuck, Crane? I'm no leader. I'm a goddamn parkour instructor. These are all the free running. Wait, that was you? Brecken, you showed these people how to survive. Do you know what my pockets were full of when I showed up in Harran? Fucking business cards. I was hoping to drum up some more students. Maybe get enough so I could save up and buy a house. Instead of that poxy little flat I've been renting. Listen, I'm gonna talk to Rice myself. Whoa, hang on a minute. RIP TV. Look, and these people still need you. Okay, just give me some time, all right? There's gotta be another way, a better way. Fine, I'll wait, but not for long. Jó van, ne panni, pánikoljál már itt. Majd én gondolom ezt is megoldom. Finally, I get to do some actual good. Good work taking out. Oh, itt van a betépett doktornő. You've saved a lot of lives. Now it's only a matter of time before someone starts another one. The danger is all those empty antizin bottles. Remélem, ki lehet nyírni azt az idegesítő másik csávót. And then anyone can refill them with whatever they like. You better start destroying them. We've collected all the bottles in the tower. Plus Brecken is offering a $10 bounty for every bottle you runners find out there. Aha. Yeah, Ryan's not gonna think so when I get done with him. Most ez ilyen beszélgetős rész, srácok. Bring him this instead. It's the alcohol. Vigyünk neki egy liter tejet. Let him cook up a batch with that in it. It'll send Rice's goons off to Dreamland. I don't think Rice will like that. Probably not, but they could use the sleep. And there's no more phenyl nitrate, so I guess he's out of business either way. And I like your thinking, Amon. Ja, még kell vele beszélnem. I got your anti-seizure medicine. Thanks. Oh, how things go with Gazi? Well, he may be challenged, but he's very good at getting what he wants. Szia, Mr. Ghost. Did you meet his mom? Yeah, she seemed happy. Nem, most játszom vele először. Mármint nem most konkrétan, de ez az első végigjátszás. Brecken asked me to pass this on to you, with his thanks. 500 pénz! Kaptunk 500 pénzt. Akkor most innen kimegyünk, és ha jól látom, fölfele kell mennem. De várjál, srácok, fölfele... Ride the elevator. Na nézzük meg. Az elevator fölfele vagy lefele visz? Szerintem az lefele. Szerintem az most lefele hoz. I spoke with Brecken. He's depressed and wants to go talk to Rice himself. Except that only lefele. Akkor még majd visszamegyünk. Maybe I can help out. Akkor lépcsőn. Írta, hogy down? Basszus. Na, ezt nem is olvastam. Na várjál. Akkor most fölfele meg lépcső. Igen, felfele lépcső visz. Jó. Csak a másik oldalon, tehát az ellenkező oldalán a liftnek. Jó, most akkor itt kijövünk. Akkor meg kell kerülnöm ezt a részt. És akkor úgy megyünk fölfele. Igen, ezt már el is felejtettem, hogy... Aha, itt. 20-as szint. A 20-as szinten van egy ember, akivel kell. Ja, ő! You got it? Great. Here's the key I promised you. Jaj, remélem nem az én pisztolyomat adtam neki oda, basszus. Hey, speaking of the pawn shop, would you do me another favor? I need you to bring me something from the shop. Remélem nem az én epic pisztolyomat adtam oda, mert akkor craftolnom kell újat. Don't laugh, okay? It's a Ray McCall action figure. I know it sounds silly. Ez az, egy akciófigurát kell nekem neki hoznom. Hüha! Most ugye nem az én pisztolyomat adtam oda. De bazd meg. Szakadna rá az ég. Na most akkor vehetek egy új pisztolyt. Jó, nem baj. Vennem kell egy új pityókát, és akkor azt újra kraftolni. A fene a pofáját. Hogy elvette tőlem azt a szuper fegyveremet? Raheem? Raheem, what are you doing up here? Hey, Crane.
Gondolom be van állva. How much you had to drink, kid? Can I or not? Yeah. What's up? See that skyscraper? Scout from the volatile nest in there. We take that out, and then running missions at night, we could totally do that. Az egy volatile. Okay. Könnyen jött, könnyen ment. Könnyen meg tudom csinálni újra, szerintem csak vennem kell egy epic pisztolyt. Hülye gyerek. Oh fuck. See. Told you we make a good team. Look, Raheem, we don't have any explosives. I mean, none. The closest thing to what you're talking about are Spike's firecrackers. That's impossible. Mi az, hogy nincsen explosív? Explosív arrow-val lövöldözök. All I can do is watch. Sit on my ass and watch everything happen and do nothing. I don't want to die here, Crane. Not like this, not helpless. If I go out, I'd rather go out doing something. What's this? Szerintem egy fotó. They quarantined us on Thursday. I already had my bags packed. I'll keep my eyes open, okay? If there's some way we can make this happen. Whatever. Whatever. Na jó lenne, hogyha nem esne le a gyerek. Jó. Na. Azt mondja, hogy most lemegyünk. Várjál, még mindig fölfele mutat. Na. Próbálj már meg fölmászni. Na végre. This is Crane, do you copy? What do you want, Crane? I want you to start the antizen drops again, at least near the tower. These people need help. We put you in Haran to find our file, not to play Mother Teresa. Or does this mean you've reconsidered Ryze's proposal? Perhaps Miss Aldemir would even be willing to cooperate, test her skills in a new environment. You start giving us some antizen and then we'll talk about what Ryze wants. Oh, it's us now, is it? Well, I'm afraid your request is out of the question in any case. Things have gotten a bit strained with the Ministry. Resuming the airdrops would not be politically advantageous at the moment. No, itt is beleszól a politika. You know that? You and your fucking file. I'll locate the file for you, but I'm gonna take a good long look at it before I decide what to do about it. Okay. No preview in your current location. Crane, this is Jade. Do you copy? Loud and clear. What can I do for you? I don't know how much time we have, so the short version. I need your help. Ryze has turned an abandoned school into a supply dump. And I think it may be where he's storing his antizen. If you and I sneak in there, we could get all the meds the tower needs. Are you with me? Yeah, I'm with you. Great. Aha, elhív minket. Boxcars on the train trestle near the school. Okay, and listen, Jade. If we don't find that antizen, I'll need to talk to you about something. About what? Another option, but we'll cross that bridge when we come to it. Right now, let's see what we can find in that school. Az iskolába kell mennünk. Na nézzétek csak, tehát vehetnék itt egy pisztolyt. És ezt át tudom alakítani. Jó, megvettük a pisztolyt, és most ki is írta, hogy tudok craftolni valamit. Na nézzük, hogy mit tudok belőle csinálni. Tehát van egy lila pisztolyom, amiből lila valamit fogok csinálni. Azt mondja, Marksman Rifle, az ugye a Volcatronics-et alakítaná, de úgy, hogy minusz damage lenne rajta, ami nem jó. Akkor Winter Storm, az is minusz damage, és fire rate-et ad. Itt van a PAP. Na nézzétek, a PAP az, nem is tudom, hogy milyen volt a pisztolyom, de szerintem sokkal erősebb volt ennél. Az accuracy-t ad hozzá. Az alfa, az is minusz damage-et csinál a izére. A consi, az is.
Azt mondja, hogy itt van a másik rifle, az is minusz damage-et csinál rá. Aha. Igen, mert a Vindikátorhoz... Ó, nincsen fluorescent shroomom. Na, fluorescent shroom. Egy olyat kell szereznünk. Csak ki kell mennem a towerből ahhoz, hogy lássam, hogy az hol van. Mindjárt megpróbálunk egy olyat lootolni, mert akkor tudom megcsinálni. De ebből is azt csinálja. Revolverből vagy pisztolyból csinálja a vendettát. Az a két alapanyag, mind a kettő jó hozzá. Jó. Na, Quartermaster, te adsz nekem most cuccot? Nem, többet nem adsz. Akkor innen most kimegyünk. És ha már aktív lesz a map, akkor meg tudom nézni. Poisonous herb, toxic, poisonous. Herb. Underwater gale. Vagy alga, bocsánat. Lavender. Hol van a fluorescent shroom? Aha, tehát az a gomba. Van a környékemen gomba? Hol vagyok? Itt vagyok bent. Hát ez annyira nincsen messze egyébként. Tehát oda kell kiszalidgálnunk. Jó, hát szerintem akkor most az lesz a prió, srácok, hogy oda elmenjek. Egyrészt arrafele vannak küldetések is. Ez a Look for Kristov. Ez csak, hogy lássam, hogy merre kell mennem. Ez modolt? Modolt, persze. Gomba! Who is this? This is Dogger. And Fatih. We work for Mr. Dahl, and we are ready to put you to task. Get here on the double. Use camouflage, figyeld! That's rude. Olga, don't talk to him like that. És én így fogok látni? You're going to make him mad, you idiot. Stop talking or I will punch you. Punch me? I'll kill you. És meddig látok? Ó, ez nem tart sokáig. Aha, azért olyan nagyon-nagyon sokáig nem tart. Megkaptam a kérdésemre a választ. Jó. Hát erre nem volt szó, hogy elkaptok. Kristoff, hold tight, I'm on my way. Az a lényeg, hogy van dupla lootom. Meg ott van valami. Look at him now.
Add ide a bolter tissút. Ez már tetszetősebb így. Igen, az előző, tehát pisztoly és pisztoly között is van különbség, van amelyik többet damage-el. Nem lesz gond, mert hogyha... Ha átalakítom, akkor ez is jobb lesz, csak szednünk kell hozzá egy gombát. Jó, most egy kicsit itt akkor kaszabolunk. Essel. Na. Use camouflage. Nem hiszem, hogy olyan nagyon sokat fogom használni ezt a kamuflázsos dolgot, srácok. Airdrop stolen. Na, ennyit erről. El is basztuk az airdropot, viszont itt van erre fele valami quest. Hát addig szórakáztam itt a gyíkolással, ameddig elvitték az airdropot, úgyhogy az buktam, de nem baj. Várja, itt... Ja, itt be tudtam volna ugrani simán. Oh, megérkeztünk! Ciao, Mr. Ghost! Who cares how his ape brain processes information? We have a job for him. Törpe zombik tényleg nagyon idegesítőek. Máshogy kell rájuk célozni, lefele ütni, meg dodzsolnak, meg minden bajuk van. Instead, we will propel it across the sky using heavy gauge zip lines. A brilliant idea, don't you think? That was my idea. No, it wasn't. Azért ha a zip line-t, vagy azt a grappling hookot megkapom, majd azért az menő lesz. Obviously. How else can we hang the equipment off the lines? You will find them at the train yard warehouses. Does he know what a warehouse is? Probably not. Look it up, but be quick about it. Ezek valami gyökerek? Bexe, beszélj Miss Lorékkal, please, és akkor meg lesz az egyedi Discord rangod, jó? Lehet, hogy már megtörtént. Oké. Okay. És akkor e felé kell menni. Azt mondja, hogy take the package. Azt kell search-olnom, és akkor mellette lesz a gomba. Take the package, és akkor amellett van a gombánk. Nagyon jó. Meg ebben csomó ilyen Christmas candy van, amiket egyelőre még nem tudunk, vagy nem tudom, hogy csak a candy crane-t lehet belőle craftolni, skacok. Szerintetek? Jaj, bocsánat. Bocsi. Remélhetőleg itt át tudok menni. Köszi, Mendi, köszi, srácok. Aha, alattam van.
Ez még él. Ez az ez még mindig nagyon-nagyon durvas kacok. Ez elég sokat bevett. Ez eszméletlenül király. Mennyi pénzt adott ez. Azért az döfi. Jajaj, nem kéne leugrani. Dobáld a buzit? Hát ez meg mi volt? Megmentettem őket, azt még itt elkezdtelek dobálni engem. Nekem sokkal menőbb ilyenem van. Játszhatunk ilyet felőlem, én nekem azért elég sok nyilvesszőm van, meg még kraftolni is tudok. Na várjál, ide be kéne menni. Srácok, a macséta az jó. Az jó. Abból fogunk tudni kraftolni. Inventory full. Ez a blueprint. Ja, de most nem kraftolok. Most ezeket is izé dismantelezzük. Azt mondja, ginger, Christmas, shickle, dismantle. Dismantle. Ez is dismantle. És ez is dismantle, hogy legyen helyünk. Jó, most egyelőre akkor nem szedegetjük föl őket. Hát ez így futott felém. Ott a nót. Ó! Oh. Azért szerintem a sima arrow-val is, srácok, elég jót lehet hentelni, mert hogyha többen jönnek felém, akkor ez így átmegy mindenkin. Mintha robbanás után nem maradna út. Ez így van, mert elszáll a francba. Az XP-re jó. Pleasure doing business with you. You know, take some advice. After you finish your deal with Rice, why don't you go somewhere else? Don't stay here. Way ahead of you, pal. Yeah, no, I don't think you are. Elszáll össze-vissza ugye a hulla, és akkor nem lehet összeszedni a dolgokat. Azt mondja, hogy itt wait until the night. Itt van még egy note. És valami még itt... Aha. Ja, ez player's stash. Aha, tehát akkor ez konkrétan egy izéként üzemel. Pick up bounty. Go to the underground, ezen meg rajta vagyunk.
Aha. Jó. Na, ez nagyon fontos, kacok. Most oda kell mennem. Shroom, where are you? Na jó, te megléptél. Nekem gomba kell. A gomba jobban kell, mint az, amit ő dob. Ez a gomba? Azaz. Kettő, három. Ó, nagyon jó. Oké, na ez azt jelenti, skacok, hogy le tudjuk gyártani a bafó fegyvert. A Vindikátor 2000-et. Duct tape, metal, battery. Na nézzétek, és most egy amerikai pisztolyból csináljuk, és nézzétek, csak 282-t ad hozzá. És ebből is szerintem az a Vindikátor 2000 lesz. Inventory. Látod? És akkor ez már újra a több lövetű. És az a durva, nézzétek csak. Ebből egyébként lehetne pénzt csinálni. Ugye magát a fegyvert, ha jól emlékszem, mennyiért? 6000-ért vettük, és 15000-ért adhatom el. Nem rossz. Az szerintem nem rossz. Medieval throwing axe. A throwing dolgokat szerintem majd akkor kezdjük el használni, amikor kiraktam azt a talentet, hogy többet sebeznek a throwing dolgok. 7K volt, aha. Na, hát akkor... És ebbe most 15 töltény megy. Az előzőt... 400 firepower. Várjál már. Az előzőt egy revolverből craftoltam. Azért ez így akkor már érdekesebb dolog. Ez így érdekes, mert hogyha pisztolyból craftolom, akkor pedig nagyobb lesz a tára? Vagy lehet, hogy csak az első tár nagyobb? Még azt el tudom képzelni, mivel most alakítottuk át, lehet... Bár a franc tudja. Nem tudom, majd kipróbáljuk. Ki is próbálom most, jó? Kilövünk belőle egy egész tárat és reloadoljuk. Most 6 töltény van még benne. Mert ha ez így van, akkor mindenféleképpen pisztolyból kell recraftolni, és nem revolverből. Igen, a revolverbe kevesebb a töltény, tehát az a revolver, amiből készítettem, az alapból 6 töltényes volt. Viszont ez most... Várjál? Nem. Ez kajak most fölmegy 15-ig. Menj már! Na, ez remélem több embernek is akár jó info, mert azért az nem mindegy. Mit kell itt csinálni? Hey, come here. You should see this. You should see this. What is going on at the school? Tyre's men have been hauling boxes out of that place for hours. We need to get a closer look. Azért nem mindegy, hogy a 400-as pisztollyal 6-ot lőhetek, vagy 12, 15-öt.
We need it. Hát ezeket én le... lezúzom. Ó. Oh. Tetszik neki a ruhám biztos. Mi lenne egyébként, hogyha így full jólóba elkezdeném őket szépen leszedni így távolról? 8 volt az előző, Brahma? Ah, oké. Shit. Mindegy, a 15 akkor is jobb. Egy explosív erót, azt most oda beküldeni közéjük. Jade. Azért nézd meg, hát ha még él. How many bandits are inside? I only saw the ones that went in after Tahir, but I'm sure there's more. We should use different entrances. We'll cover more ground and we'll make less noise moving separately. Majdnem rámentem, de aztán láttam, hogy robbanós. Hello! Hello, Mr. Yagi! Szia, szia! Ide a izéért jövök föl, a csávóhoz. Hát, ha van nála valami jó trade. Ezeket mindenképpen megvesszük. Arrows. Pistol ammo maxra. Rifle ammo maxon van, shotgun ammo maxon van, household supply 118. Ezeket meg majd később fogjuk majd venni, amikor majd kell. Azt mondja, hogy hatchet, hammer. Igazából ezeket a Christmas cuccokat nem akarom eladogatni. 495-20 volt az előző, hát ha ott van a változás. Mindjárt megnézzük, hogy ez milyen. I got a deal for you, friend. Na szóval, mi volt az előző? Azt mondja, hogy ez 495-20. Ugyanúgy. 495 és 20. Úgyhogy igazság szerint ilyen formán semmiféle különbség nincs. Merre fele kellene néznem most? Az este van, úgyhogy az most minket nem érdekel, akkor nézzük ezeket. Find in the school. Imádom a pisztolyt. Nagyon-nagyon mozgó célpont volt, srácok, azért nem sikerült eltalálnom. Valahol futosgál egy... De már nem lát. Oké, jobbra le. Na gyere, már látom, hogy ott vagy. Most mégse jön? Na, de jön. Na gyere, fussál ide. Kismanó, gyere. Csak tönkre ment a fegyverem. Várjál, mindjárt kapod. Na jó, az elszalad.
Hát te még hogy? Mitől lett ez beteg? Jeez, valami köpköd. Vagy nem tudom, mi történik. Figyelj, írtam neked a Steam oldaladra. Képet akartam küldeni, az nem engedi. De leírtam, miről van szó, ha esetleg majd rá tudnál sasolni, azt megköszönném. Hogy hol írtál? Hol írtál nekem? A Steam oldalamra? Miért nem Discordon írsz, Jegi? Hát itt hallod, a télapónak az összes segédjét lezúzzuk. Steam oldalamra? Inkább a Discordon, és akkor ott képet is tudsz küldeni. Csak ne dick picket küldj, azokat most nem kérem. Finish. A fej nélkül eléggé végesnek tűnt nekem. A karácsonyi keneket meg lehet enni, buffot adnak. Komolyan? Bakker? Na majd akkor. Akkor azokat kajáljuk inkább. Aha, bent vannak valamik. Na várjál, ide viszont hogy megyek? Föntről? Lehet, hogy föntről, vagy lehet, hogy lentről. Nem, lentről nem. Szia, Groover! Okay. Shit. You'll have to come in the way I did. I just hope we can find another way out if we have to. Head for the outbuilding on the roof. Roof, ugye? Azt mondta, srácok. Az egész este, hát itt minden nap Candyről szól. Aha, na várjál. Vajon föl tudok-e ott ugrani? Aha, ott még nem. Itt már igen. Az egyikkel látok a sötétbe, wow. Viszlát! Ez robbanós. Az is robbanós. Egyszerűen, srácok, imádom az íjat, a pisztolyt, a mindent. Nézzek, a köpködősöket is leszettük, izé, simán. Na. Jaj, szia. De ezek honnan... Ez honnan jött? És várjál már! Nézd csak! Ráadásul ez csak regular arrow. Ez exploding arrow. És nekem van... Várjatok! Akkor mi a különbség a regular arrow és a... Volt valami másfajta arrow.
Electric Exploding Incinerator. Volt valami más? Rangers Arrow. Az szerintetek ugyanaz? Szerintetek ugyanaz a kettő? Azért a crossbow-ra majd kíváncsi leszek. Hú. Hát ez, maradjunk abban, hogy utolsó pillanatos volt, hogy rájöttem, hogy az robbanós. De csináltam már több olyat, és... Hát ezt meg most hogyan lehet kinyitni? Ah. Kívül van. Maci! Mert gyártottam már több ilyen izét. A sekó. Ez úristen. Okay, Jade, I'm inside. Check the classrooms. That's the most likely place for them to store supplies. They should be marked somehow. Military jargon is pretty straightforward, so it shouldn't be hard to notice. Elméletileg, hogyha itt szkennelek, akkor kellene látnom nem csak a lootot, hanem hogyha van valami enemy is. Nem. Tehát nem látom az enemit. Csoki, az mindig jó. Szia, VNK! Ezt a szintet nem néztem át. Ott mondjuk vannak bent, ha jól hallom. Az alkoholkészletem az múltkor megcsappant. Jézusom. Az múltkor megcsappant, amikor azt a questet csináltuk, tudjátok, hogy csomó alkoholt kellett adnom annak a szerencsétlennek. Jó. Ez viszonylag egyértelmű, hogy most csak arra tudok menni. Miért van érzésem, hogy ez nem lesz jó ötlet? I can't get through that way. Ez az ajtó mitől nyílt ki? Attól, hogy közel jöttem hozzá? Hurry up. We don't have all day for this shit. And this is the last place I want to be at night.
Azt mondták, hogy itt akarnak legkevésbé lenni este. De ez biztos nem egy kellemes hely. Jó, loot szempontjából mondjuk jó. Ott egy jó aeroszol lent. És hova kéne menni? Ha látom, a térkép is mutat valamit. Nem tudom, hogy most mennyire hátrányos az, hogy ez itt esetleg időre megy, vagy valami. Eléggé csőlátásunk van ezen a helyen. Úristen. Hát ez... ez így elég kemény. Ez nem jó. Inventory full, úgyhogy bocsánat, de most... eldroppoljuk a shieldet. Tomato macheta. Egy pipe. És egy liquid. Liquidet is eldobjuk. Meg itt van ez. Ez dismantle. Ne, a shieldet ne! Akár. A shieldet azt nem lehet szétszedni, csak eldobni lehet. Janitor's office. Nyugi, mindjárt fölmegyek. Végül is ráérünk, nem? Nekem lehet, hogy ez kellett. Kicsengetés az óráról? Hát ez biztos nem. Ebbe sincs semmi lootolható. Öröm önnel üzletelni, köszönöm szépen. Metal part. Ez granyó. Aha. Mennyire király ez a zene? Tudtam! Annyira éreztem! Annyira éreztem, te rohadék! Fú! De utálom! De már tudtam, hogy ott valami van. Kellemes ünnepeket. Donzolika, nagyon szépen köszönöm a 10. hónapot! Köszönöm szépen, uram, a támogatást! És neked is kellemes ünnepeket! Ez a zene mennyire király most?
Megint tele lett a izé? Erjetek, csináljuk meg úgy, hogy ez legyen itt fönt. Aha, ilyen húk van náluk, ez a különleges blade. És ebből tudnék is craftolni. Szerintem... lassan meg lesz a cucca, miért jöttünk. Electronics... ez még mindig nem az. Rű, mentek a képek, majd szünetbe a rejsz. Rendítsek, stream után megnézem. De látom már, hogy fölpopolt. 8 üzenet. Ha ez annyira nem tetszett ez a damázs. Azt valószínűleg nem lehetett lelőni, az majd sztori lesz. Látjátok, a bukott diákok jönnek ki a szobákból. Úgyhogy ezért ne nézzél streamet... ezért ne nézzél streamet suliból. Mert ilyen leszel. A ikolába figyelni kell. És így lerobban a fejük. Mi volt nála? Mondjuk ez a macséta viszont lehet, hogy jó. Premium Throwing Start is találtunk náluk. Nagyon király! Na annak viszont most különösen örülök. Ezt a táskát kerestük vajon? Hát ebbe kárnyi. Looks like we'll have to talk about that other option. I still have classroom C to search, though. The basement's pretty big. Find the key. I'll meet you down there. Aha, megvan a kulcs. Rettenetes mennyiségű lootot találtunk itt, ugye ennek mondjuk örülök. És craftolni is tudok majd itemeket, ennek hála. Itt még egy nagy büdös semmi. Oké, vajon most merre kellene menni? Jó, hogy le tudtam rúgni róla. Oh.
Na, így hamarabb belesik, hogy lootolhassam. Várjátok, mit mondod, hogy hova kéne mennünk? You picked up a book. A basementbe? De akkor oda valahogy le kell jutni. Ez volt az az ajtó, ami... Nem lehet lootolni. Ez volt az az ajtó, ami nem volt nyitva szerintem, amikor idejöttünk. A blueprint az megvan, találtunk egy plusz blueprintet. Mindegy, menjünk arra, amerre mutat a... De nem engedted lootolni, pedig azt mutatja, hogy itt van valami. Na mindegy. Basement. Aha, tehát lefele kell még mennem. Nikolász! Köszi szépen a Vivinek ajándékozott szubot. Üha. Baromi szarul hangzik, srácok. Ezek azért ilyen fürgék, srácok, mert ezek a Fortnite-osok. Ők már megszokták, hogy folyamatosan mozogni kell, ugrálni. Ezek azért mozognak ilyen gyorsan. Azért néznek ki ilyen borzalmasan. Elhagyták magukat, semmi más nem csinálnak, csak rohadt Fortnite-tal játszanak. Szarnak a tanulásra. Ilyen leszel te is, figyeld meg. Ne Fortnite-ozzá. Itt jártam viszont szerintem. Tuti, hogy él. Vajon ha arrow-val lövöm meg? Szerintetek, ha izével lövöm meg, az is számít? Jó, hogy a csaj már itt van. Give me a hand here, would you? Yeah, sure. God, Crane, you're such an old... Why don't you just stick your head out the door and shout, "Here we are, come get us!" Hey, sometimes there's nothing wrong with the direct approach. Holy shit. That's plastic explosives, right? All right, listen, you take this stuff and get back to the tower. I'll deal with these assholes. Don't be ridiculous. We'll fight them together.
And risk letting them keep this much ordnance? No, just go. Vicces. I got this. Meet me back at the tower. Csak a Pip-Boy. Pip-Boy-jal lövünk. Promise me you won't let Rahim near that house. Csokolj meg. Yeah, of course. I promise. Just go. Ennyi. Inventory full. Na, hát akkor megint szétszedjük. Azt mondja, hogy honnan? Innentől. Dismantle. Jó, mert legalább jó, ezeket jobb lenne nyilván eladni, de ameddig így vagyunk bent valahol, addig én úgy gondolom, hogy szerintem így inkább szétszedegetem őket, és majd, hogyha ilyen tower közelébe vagyunk, vagy ilyesmi, akkor adogatok el. Hát ez csak ennyi volt. Oh. Ennyi? Három enemit kellett leülnöm, azt mehetek ki a suliból? Hát jó. Hát nagyon remélem, hogy nem az volt, amiben sétáltam. Súlyos esetben még a hajad is kék lesz, és mixeren kell streamelni? Bár ilyen problémám lenne. Ez ilyen intelligens fajtának tűnik. Bazd meg, este van! Este van, srácok, bassza meg. Nem, nincs este. Jó. Hova menjek? Search the warehouse for hooks. Aha. Na várjál, előtte viszont elmegyünk ide. Quinn, you said we needed to talk about other options if we didn't find any antizen. And we will, but right now let's deal with these explosives, okay? Okay, listen. I'll give the explosives to Said. You talk to Rahim. Make sure he stays away from that hive. Nem tudtam rajta ugrani. We'll do, don't worry. Van egy lófasz, nem? Ez konkrétan Night. Dehogy nem este van. Ez ilyen sunyi este. Mert az ott egy volatile volt, azt ti is láttátok, nem? Itt kell bemenni, azt hiszem fönt. Itt azt hiszem így volt a safe house, igen. Ó, és itt van is vendor. Want a deal? Nem, arrow-t nem tudunk, pisztoly ammót, azt tuti, hogy tudtam venni. Oké, okay. Rifle shotgun tuti, nem. Sell. 600-ért lehet ennek a szarnak darabját eladni, srácok. Azért az elég menő. Az elég menő. A player's test. Kirakjuk a dolgokat. Azt mondja, hogy Christmas candy, candy cane, ginger, flashlight, meg ilyesmi az marad. Oké. Okay. Hát én most este annyira nem szeretnék itt rohangálni. Hogy lehetnek? Várjál. Most azt mondja, hogy wait until night, de már most is volatile-ok rohangáltak. 15 órával később. Na, ez így érdekes.
Na, így már sokkal jobb. 10 hours later. Most az lenne jó valahogy megtalálnom, hogy hol vannak nekem az arrow-k. Mert hogyha megtalálnám, hogy hol van az arrow... Örmény, metálpárt... Látjátok? Regular arrow 60. Na figyelj, eldobom az összeset. És most elméletileg nincsen nálam normál arrow. Látjátok? Ammunition for the bow, kill enemy silently and effortlessly, aim for the head. És ha most gyártok magamnak Ranger arrow-t, szerintem az ugyanaz. Szerintem az csutka ugyanaz. Csak máshogy hívják. Ki is írta, hogy Night Survived? Oh, oké. Okay. Na, nézzétek csak. És akkor most átjövök ide. Regular arrow. Aha, tehát akkor annak csak a neve más, srácok. Akkor annak sajna csak a neve más. Jó. Na figyeljetek, srácok, innen fogjuk legközelebb folytatni. Remélem, hogy ismét tetszett. Szerintem nagyon király session volt.